Sok szeretettel köszöntjük akkor Dúró Dórát, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettesét. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Milyen jól összeöltöztünk már, mint nem úgy, hogy zakóban, hanem a nadrágban. Meg hát az fura is lett volna, ha zakóban öltöztök össze, vagy ruhában. Na, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És a ma reggeli kérdezőtársunk a 168 óra újságírója, Unyacinszky György, neked is jó reggelt. Jó reggelt. Itt a kedves felvezetés után azért ritkán van lehetőségem, szóval azért én is elmondanám, hogy boldog születésnapot, édesanyám. Nem tudom, esetleg Dúró Dóra valakinek, hogy akkor már... Tényleg, igen, boldog születésnapot kívánunk akkor a mamának. De hogy a közéletről is azért szó essen. Már a felvezetésben is volt szó a miniszterelnök hétvégi beszédéről, és volt egy a fajok keveredéséről szóló eszmefuttatása. A Mi Hazánk hogyan viszonyul egyébként ehhez a felvezetéshez? Mennyire érzik azt, hogy mondjuk az Orbán Viktor által kijelölt út az egyfajta konkurenciát is jelentene a Mi Hazánknak? Rátapintott a lényegre, mert egyértelműen úgy értékelhető, hogy mint a választásnak mondjuk az ellenzéki oldalon győzteseinek tekinthető a Mi Hazánk, és már nem az első alkalom a választás óta eltelt időszakban, hogy Orbán Viktor kifejezetten a Mi Hazánk szavazóinak küld valami fajta üzenetet. Látjuk azt, hogy például vármegyékre nevezték át ugye a megyéket, a Mi Hazánknak az elnöke alapította a 64 vármegye ifjúsági mozgalmat, tehát ez sem véletlen nyilvánvaló. Mert és hogy akkor önöktől csaklizták, lapták el ezt az ötletet, gondolatot, úgy gondolja? Ezt a témát, a bevándorlásnak a kérdését, illetve azt a kulturális közösséget, amit a magyarság jelent, vagy jelentenie kellene a későbbiekben is, ez egyértelműen a Mi Hazánkhoz köthető téma. A frakcióvezetőnk többször jelezte például, hogy tarthatatlan állapot vannak a határon, ugye ő ásotthalom polgármestereként testközelből is látja és érzékeli, illetve érzékelt az elmúlt években is, hogy egyre növekszik a migrációs nyomás. Tehát ez a kijelentés egyértelműen beleilleszthető ebbe a már korábban megkezdett útba. Minden szempontból egyezik egyébként a Mi Hazánk elképzeléseivel az, amiről Orbán Viktor beszélt? Tehát, hogy itt az Európán kívüli népek letelepedési lehetőségéről is például szó volt, hogy ezt lehet a jövőben korlátozni kellene. A Mi Hazánknak milyen mélységű ez a programja vagy víziója? Amiről Orbán Viktor beszél, az egyébként nincsen összhangban azzal, amit a kormány valójában cselekszik, és ami a politikája. Tehát még Orbán Viktor elutasítja az illegális migrációt, és igen, kerítés van a határon, és jelenleg ugye visszataxisztatjuk a migránsokat, hogyha beérkeznek Magyarországról a szerb oldalra, majd másnap újra próbálkoznak, és ezt eljátszuk. Eközben viszont az ázsiai vagy harmadik világbeli vendégmunkásoknak a letelepedését könnyítette ez a kormány. Tehát látszik az, hogy Orbán Viktor beszél egyfajta nemzetvédelemről, vagy a magyarság megvédéséről, közben pedig, amit a kormány cselekszik, az ezzel homlok egyenest ellentétes. Értem, hogy önök egyébként akkor mit tettek volna, vagy mit tennének? Tehát, hogy fordítsuk le konkrétumokra inkább. A Mi Hazánk az vállalna-e valamiféle együttműködés például egy ilyen letelepedés szabályozó törvény megalkotásában a kormánnyal? Ez nem egy együttműködés, vagy nem együttműködés kérdése, nem erről az oldalról közelíteném meg. Arra biztos, hogy szükség van, hogy valami fajta szigorú szabályok közé tereljük ezt a kérdést, hiszen hogyha Magyarországot meg akarjuk tartani ténylegesen Magyarországnak, amiről mi beszéltünk is a kampányban is, egyébként ez nem újdonság a Mi Hazánk részéről, akkor igen, szigorú szabályokra van szükség. Ráadásul ez a migrációs nyomás a későbbiekben várhatóan még tovább fog növekedni, éppen a klímaváltozás, asszály, éhénység, energiaválság miatt, tehát ez egy olyan kihívás lesz valóban a következő 10 évben, vagy 15-20 évben, akár, amire választ kell adni a minden politikai erőnek, és a Mi Hazánknak a válasz az teljesen egyértelmű, mind kulturális, mind gazdasági tekintetben. Ugyanakkor, bocsánat, még egy nagyon fontos vetület, ugye a vendégmunkásoknak a betelepítésére azért van szükség, mert Magyarország és egyébként egész Európa demográfiája az olyan, amilyen, nem születik elég gyermek, és amikor a kormánynak, a politikájának a következtében részben ugye növekedett a termékenységi arányszám Magyarországon, mert ez tényleg növekedett, akkor ezzel
pajsként tartotta maga előtt a kormány, hogy jók a számok, növekszenek. Most, hogy csökken, érdekes, a kormányzati kommunikációból teljesen kiveszett a demográfia és a családpolitika, mint olyan, és most már sokkal másabb témákat igyekszik a kormány maga elé emelni. Hát pedig Tusnádfürdön beszélt erről a miniszterelnök, hogy sokkal több ugye a temetés, mint a gyermekáldásnak, vagy gyermekáldásoknak. Én csak olyan szempontból szerettem volna ezt a beszédet megközelíteni, hogy nyilván, amit ön most elmondott, tehát a demográfiai probléma itt, illetve az Unióban, tehát azon nincs mit vitatkozni. Nyilván azon sem, hogy amikor az európai kultúrától eltérő kultúrától jönnek be emberek, ott mindig rendkívül sok probléma van, de az, hogy egy politikus milyen szavakkal fogalmazza meg ezt a helyzetet, az nagyon nem mindegy. És ugye itt náci fajelméletnek nevezte ezt az okfejtést Gyurcsány Ferenc, Horváth Aladár, a roma érdekvédő fajvédő nyilas beszédnek, szóval, hogy a politikának abban nagyon nagy szerepe van, hogy szítja, vagy inkább megoldani akarja ezeket az ellentéteket. A kifejezés módjával is egyetértenek Orbán Viktorral, amikor úgy fogalmaz, hogy nem akarunk kevert fajúvá válni? Lovagolhatunk a szavakon, és valóban van annak jelentősége, hogy akár egy miniszterelnök, akár egy bármilyen más politikus milyen szavakat használ, és nem szeretném ezt elbagatelizálni, de ennél fontosabb maga a probléma, hogy az a kultúrkör, amit európainak nevezünk, vagy hogyha kitágítjuk, akkor az egész északi civilizációról beszélhetünk, az egyfajta kultúrkör, és az, hogy mi magyarok vagyunk, az, hogy mi keresztények vagyunk, az nagyon sok mindent jelent, annak van tartalma. Hogyha én elkezdem mondani János Vitézt, akkor önök mindannyian tudják folytatni, és az, hogy mi keresztények vagyunk, az például azt is jelenti, hogy mi nők itt állhatunk és beszélgethetünk egymással, tehát nagyon sok mindent jelent, és hogyha mi ezt értéknek gondoljuk, és a mi hazánk ezt értéknek gondolja, akkor az, hogy ezt megvédjük olyan más kultúrájú emberektől, akik egészen más szabályok szerint élnek, akkor ez egy érdemi. Igen, csak ott nagyon vékony a jég, hogy mikor kikerül kisebbségbe az adott szabályrendszer szerint, például a román diplomácia is reagált erre a beszédre. A román külügyminiszter azt mondta, hogy nagyon sajnálatosnak tartja, hogy ilyen nézeteket Románia területéről terjeszt a magyar miniszterelnök, elsősorban az uniót érintő kritikákra, de azt is mondta, hogy a fajokról szóló nyilatkozat szerinte teljesen elfogadhatatlan, és a román EPI képviselő is azt mondta, hogy ilyen faji vagy etnikai tisztességről beszélni nem csak téveszme, hanem veszélyes dolog is. Ugye nekünk a magyar kisebbségekre is gondolni kell, amikor ilyen mondatok hangzanak el, nem? Ezért a legfontosabb kérdés, és ez is a programunkban világossá tettük, és az országgyűlésben is ez szerint dolgozunk, a demográfia kérdése, és a 21. században nem csak a fenntarthatóság miatt, tehát az államháztartási gazdasági szempontok miatt, hanem a kulturális szempontok miatt is. Európa leginkább azért rohan a vesztébe, mert nem születik elég gyermek, ezáltal fenntarthatatlan lesz a gazdaságpolitika, az államháztartás, a társadalombiztosítás, és emellett a Nyugat-Európában látjuk, hogy beengedik a bevándorlókat, és így igyekszenek pótolni azokat az európai gyermekeket, akik nem születtek meg. Erről egyébként több politikus is beszélt már Nyugat-Európában is, hogy vagy helyesli, vagy nem helyesli ezt az utat, mi egyértelműen nem helyeseljük ezt, és szerintünk a magyar családoknak kellene még több segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kívánt gyermekek meg tudjanak születni, hiszen most a rezsicsökkentésnek például, vagy a rezsicsökkentés megszorításának, bocsánat, az egyik legnagyobb vesztesei a családi házban élők lesznek. Hiába nyújt némi segítséget a nagy családosoknak, akik egyébként a családoknak nagyon kis részét teszik ki, tehát ezt látni kell, tehát a családi házban élők most megszorításokat kell, hogy elszenvedjenek, és ez egyáltalán nem egy családbarát politika, miközben a multik, tehát a német autógyártó cégek és a kereskedelmi láncok nagyságrendileg ugyanannyi pénzt visznek ki évente Magyarországról, mint amennyit a kormány a költségvetésben a teljes rezsi védelmi alapba betervezett. Tehát egy óriási ellentmondás van a kormány politikájában. Beszélünk majd erről is, meg az augusztus 1-ére meghirdetett országos tüntetésről is szeretnénk majd kérdezni a képviselőasszony, de visszakanyarodva még a demográfiai tényezőköz és problémákhoz, ami ugye nem egy magyar keletű probléma, tehát ez szerte egyébként a világon, ugye a világban és az unióban, országaiban is így van, hogy hány gyereket kellene most akkor, ezt tegyük tisztába, az önök, vagy akár az ön megállapítása szerint szülnie Magyarországon a magyar nőknek?
Nagyon jó, hogy ezt megkérdezi, mert volt ebben egy csörtém Fekete Győr Andrással, aki félre magyarázta a hozzászólásomat. Én egy statisztikai tényről beszéltem, tehát mivel mondjuk a szülőképes korú nőknek a száma, az nagyságrendileg a felére csökken egy nemzedék alatt, tehát mondjuk ma Magyarországon a 44 éves nőknek a száma az durván 90 ezer, a 24 éves nőknek a száma pedig durván 50 ezer, tehát látjuk azt, hogy 20 év alatt a felére csökken. Ezért ahhoz, hogy mi 10 milliós magyarságban gondolkodjunk, és akkor itt nyitok egy zárójelet, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy 2030-ra érjük el azt a bizonyos 2,1-es termékenységi arányszámot, ami a lélekszámában növekvő nemzetet jelenti, akkor ez azt jelenti, ha mi ezt akkor érjük el, hogy Magyarország lélekszáma 6-7 millió között lesz. Tehát annyira nagy a probléma, hogy a 10 milliót csak akkor tudnánk fenntartani, ha minden szülőképes korú nő 4 gyermeket vállalna. Ez reális? Tudom, hogy ez nem reális, természetesen látom. Nem ezért mondtam, mert én ezt parancsba ki akarom adni a nőknek, hogy mindenki 4 gyermeket vállaljon, bár én magam 4 gyermekes anya vagyok, és ez csodálatos érzés számomra. De ezzel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyire nagy a baj, és hogy mennyire sürgető az, hogy újabb intézkedéseket hozzon a kormány azért, hogy több gyermek szülessen, hogyha valóban ez a politikája Orbán Viktornak, amiről például Tusványoson beszélt. Még egy utolsó gondolat itt a gyakorlati részéről, akár demográfiai oldalról, akár a fajok keveredése oldaláról. A Mi Hazánk, hogy önök hol húznának határt igazából mondjuk a vegyes házasságban született magyaroknál, kik telepedhetnének akkor vissza Magyarországra, milyen országból számít-e a bőrszín, illetve mondjuk egy latin-amerikai ország, ami egyébként sokban hasonlít, akár mégiscsak az európai kultúra is az egyik gyökere ezeknek a kultúráknak, azok mondjuk megfelelnének-e az önök elvárásainak. Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Nyilván az, hogy ki a magyar, és kit tekintünk magyarnak, az egy évszázadok óta le nem záruló vita, és mondjuk akár a különböző korokban mást is jelenthetett. Ugyanakkor én felhívnám arra a figyelmet, hogy vannak, ha nem is tudjuk teljesen pontosan meghatározni azt, hogy ki a magyar, vagy rámutatunk egy emberre, hogy ő most magyar vagy nem magyar, attól függetlenül van értelme arról beszélni, hogy van egy hazánk, egy szülőföldünk, van egy kultúránk, van egy nyelvünk, vannak állampolgárai Magyarországnak, és vannak a határon túli magyarok, ha már itt ugye Tusványosról beszélünk. Tehát azért az a fajta kulturális kapocs, ami minket összeköt egymással, az szerintem az elsődleges kiindulási alap, és az a bevándorló, aki pedig ostromolja Magyarországon a kerítést, és hiába vallja magát magyarnak, hogy mi beengedjük, nyilvánvalóan ő nem része ennek a kulturális közegnek. Ugye Robi említette az augusztus 1-i készülődő tüntetéseket, mi erről az egyenes beszédben már beszéltünk egy olyan, nem tudom, 2,5 hete, és akkor is már elindultak a tüntetések, abból ugye tegnap is volt gyakorlatilag már egy kormányellenes tüntetés, már rég nem csak a Katárról szólt a dolog, hanem például a rezsicsökkentéssel összefüggésben is. Még mindig látják értelmét ennek a tüntetésnek, amit a Mi Hazánk szervez? Miben lesz ez más, mint az elmúlt napokban? Hogy ne látnánk értelmét, hiszen óriási lelepleződés történt a kormány részéről. Egyrészt mi a megyei jogú városokban fogunk, az összes megyei jogú, vagy bocsánat, az összes megyeszékhelyen fogunk tüntetni augusztus 1. hetében, tehát ez országossá terjesztjük ezt a demonstráció sorozatot ezáltal. Másrésztről azért a rezsicsökkentés az szintén egy zászlós hajója volt a kormány politikájának, és egy óriási hiteltelenség az, hogy azt, amivel gyakorlatilag korábban választást is nyertek, ha leegyszerűsítjük a tényeket, az abból kénytelen most a kormány visszakozni. Ráadásul ugye még júniusban is azt mondták, hogy a háztartási rezsicsökkentést fent fogják tartani. Ekkor már volt infláció, ekkor már volt háború, ekkor már volt energiaválság, tehát azok a tényezők, amikre hivatkozik a kormányzati kommunikáció, azok már fennálltak akkor, amikor még szintén a rezsicsökkentés fenntartásáról beszéltek, tehát ez egy hihetetlen arcvesztés. Másrészt rá kell világítani arra, hogy a családokkal, a kisemberekkel fizetteti meg a háború árát a kormány, ami szintén a kormányzati kommunikációnak egy zászlós hajója volt a kampányban, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát. Most látjuk, hogy ez történik.
miközben, még egyszer mondom, a német autóipari cégek és a multinacionális kereskedelmi láncok 100 milliárdokat visznek ki az országból. Nézze, a Kotával kapcsolatosan ugye éltek vagy szeretnének élni az Alkotmánybíróságnál egy felülvizsgálattal, az ellenzék hasonló indítvány terjeszt elő. Hogy látják, ebben született egyébként együttműködés? Ugye 50 képviselő aláírására van, igazából önök nélkül is meg tudják oldani az ellenzéki pártok. Hogy önöket bevonják ebbe, hogy önök egyébként kérik a saját indítványuknál egyébként az ellenzék támogatását? A mi indítványunk az nem a képviselőkön keresztül fog az Alkotmánybírósághoz érkezni, hanem mi egy jogi segítségnyújtást adunk az érintetteknek. A Covid ügyekben is ezt csináltuk, amikor ugye kirúgtak embereket azért, mert nem voltak beoltva, akkor is közzétettünk alkotmányjogi panasz mintát. Most is ez fog történni, tehát alkotmányjogi panasz mintát teszünk közzé, amit bármelyik katás maga be tud nyújtani az Alkotmánybírósághoz, és ebben jogi segítséget is nyújtunk nekik természetesen. A balliberálisokkal történő együttműködés az a részünkről kizárt. Világos. Akkor köszönjük szépen a válaszokat. Köszönöm a lehetőséget.